Osváth, finom csel, Osváth még, Holman van előtte, Osváth középre, Harrison hozzá, és beullik a kapuba, Jonathan Harrison góljával vezet a Debrecen. Az a Harris, aki eddig tényleg kiválóan futballozott a mérkőzésen, egyetlen egy hibája volt az első félidőben, meg egy a másodikban, ebből gólt szerez a Debrecen, egészen elképesztő. Na nézzük, itt van Osváth, hogy megindul, és Harris fején, hát azt nem lehetett védeni. Éppen, hogy befér a felső rész alá. Szegény Banai majdnem össze is törte magát, annyira igyekezett kikaparni valahogy onnan a labdát, de nem lehet.